Több száz apró lábú és gazdája masírozott tavaly szeptember elején az Aranypart mellett lévő töltésen. A tacskó felvonulás idén is az egyik fénypontja lesz a második Tacsitalinak. Erről a szervezők beszéltek a Györbusz Rádióban kedden. A tavalyi évet nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon sokan vettek részt a tacskó találkozón, az elsőn, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezt idén sem hagyhatjuk ki. Hasonlóféleképpen, mint tavaly vasárnap kerül sor, szeptember első hétvégén a Tacsitalira, ahova délután 1-től már várjuk a kedves érdeklődőket. Nagyon-nagyon izgalmas programok várnak a tacsi gazdákra. Különböző színű és fajtájú, fajtatiszta és keveréktacsi közölnötték el a vízpartot. Ahogy tavaly, úgy idén is számos programmal készülnek a szervezők. Az idei évben tettünk egy tematikát e köré, a felelős állattartás ez. Erre szeretnénk fektetni most a hangsúlyt. Természetesen van ennek egy jótékony vonala. A minimális hozzájárulási díjból a Noi Állatotthont szeretnénk támogatni. Idén egy picit interaktívabb lesz az egész rendezvény. Hívtunk egy állatorvost, akivel lehet majd egy kerekasztal beszélgetésen belül mindenféle kérdést feltenni, ami a felelős állattartást érinti. Ezen kívül egy fizikó, kutyafizikóterapeuta látogat el hozzánk, aki az ő munkásságáról fog majd beszélni. Ő kimondottan tacskókra van ráspecializálódva, és a kutyáknak a mozgásszervi problémáival foglalkozik. Előzetes regisztrációra ezúttal nincs szükség, ez majd a helyszínen történik. Az esemény részvételi díja felnőtteknek 1500, a gyerekeknek pedig 500 forint, de a teljes bevételt jótékony célra a Noi Állatotthonnak ajánlják fel. A programok között szerepel még idén a legidősebb tacskó megválasztása, de tombola sorsolás is lesz. Csutka kutya, aki a Györplusz Rádióba is elkísérte gazdáját, már hangolódik a találkozóra. Egy Csutkának hívják. Tavalyi alkalommal még nem volt lehetőségünk kimenni, ugyanis ő októberben tölti az első születésnapját. Viszont már nagyon várja, hogy mehessünk. Nagyon szereti a kis tacskó barátait, illetve nem tacskó barátait is, de a tacskókkal jön ki a legjobban. Úgyhogy nagyon, nagyon izgul már, hogy találkozhasson több száz kis pajtásával. Én most azt láttam, hogy nagyon-nagyon nyugis. Azért, mert így nevelted, vagy ő ilyen típus? Ő ilyen típus, nagyon szerencsés vagyok vele. Többen mondták egyébként, hogy terápiás kutyának is alkalmas lenne. Viszont úgy döntöttünk, hogy ő a családot fogja terapeuzálni. Szeptember 3-án tehát már délután 1 órától lehet érkezni a tacskóknak és gazdáiknak, de mivel a rendezvény állatbarát, így másfajta kutyák és gazdáik is részesei lehetnek a tacskós közösségnek.